Szigorított határellenőrzés. Hosszabb lehet a várakozási idő a schengeni külső határokon, mert egy mától hatályos Európai Uniós rendelet nyomán minden utazó okmányait kötelezően ellenőrzik. Újabb lépés. Megszavazta az Európai Parlament Ukrajna vízummentességét. A jogszabály azután lép majd életbe, ha elfogadja az Unió tanácsa is. Tavaszi átállás. Ingyenes közlekedésbiztonsági nyílt napot tartottak a nyíregyházi műszaki vizsgálóállomáson. Hosszabb lehet a várakozási idő a schengeni külső határokon, mert egy mától hatályos Európai Uniós rendelet nyomán átlépéskor minden utazó okmányait kötelezően ellenőrzik. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A magyar határokon az első órákban csak néhol okozott hosszabb várakozást az új szabályozás. A záhonyi magyar-ukrán határállomáson péntek reggel még nem volt tapasztalható nagyobb forgalomnövekedés, nem alakult ki komolyabb autósor, ha be- és kilépésnél sem. A szokásos péntek reggeli gyérforgalom a záhonyi határállomás Magyarországra belépő oldalán a szigorítás miatt egyelőre nem kellett sokat várniuk az utazóknak. Az április 7-től hatályos Európai Uniós rendelet nyomán már nem csak a harmadik ország állampolgárainak, hanem az Európai Unió, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc állampolgárai okmányaiban szereplő adatokat is ellenőrizni kell a számítógépes adatbázisokban. Az utazók egy része hallott a szigorításról, ám sokan nem tudják, ez okoz-e majd torlódást a határátkelésnél. Hallottam róla, de nem most, hanem már jóformán egy hete volt róla szó, hogy lesz ilyen, egyelőre nem tudom, meglássuk, hogy mivel jár. Milyen gyakran használja egy kicsit az záhonyi határállomást? Hát, majdnem minden nap. És mi a tapasztalata? Hát egyelőre, ahogy észreveszem, kicsikét húzódik az idő. Ilyen ellenőrzésre kell számítani a magyar-horvát, a magyar-ukrán és a magyar-szerb határátkelő helyeken belépéskor és kilépéskor is. A magyar-román határon a Magyarországról kilépő utasokat csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Befelé azonban valamennyi utas esetében az új ellenőrzést kell alkalmazni. Nekem az a véleményem, hogy a határokat kéne most már megszüntetni egyáltalán. Kárpátalja is magyar terület volt, úgyhogy az én véleményem az, de ha azt vesszük, kell a szigorítás, mert ezek a úgymond bevándorlókat vissza kell tartani, szerintem. Gyakran jár erre? Hát sajnos igen. És mi a tapasztalat a várakozással kapcsolatban? Mostanában kevesebbet kell várnunk. A záhonyi határátkelő helyen egyelőre nem volt tapasztalható nagyobb forgalomnövekedés a szigorított határellenőrzés miatt. A belépő és kilépő oldalon sem alakult ki komolyabb autósor, és a kamionoknak fenntartott sávokon sem torlódtak a teherautók. Az autósok egy része szerint a szigorításnak nincs értelme, mivel Záhonynál mindig szigorú volt az ellenőrzés, eddig is mindent megnéztek. Eddig is olyan szigorúan vizsgálták, hogy csak itt migráns érdekes, egy sem jutott át. És ha migráns vagyok, akkor nem kell ez semmi, itt tartogatom, akkor ez nem kell, ugye? Akkor mehetek. Hát nevetséges. Ja, nem itt, akkor a zöld határon. Átúszom a Tiszát. Szóval nevetséges az egész. Itt mindig szigorú ellenőrzés volt. Én 40 éve járok erre. Úgyhogy nem értem, mi, mert senki nem írja. Igen, szigorú, de mi az a szigorú? Mi lesz? Jobban megnézik. Mit? Hát itt szóltak nekem, uram, hogy egy hónap múlva lejár a jogosítványom. Itt szóltak. Hát ettől jobban még hogy kell megnézni? Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében azt írta, a rendőrség felkészült az Európai Uniós rendeletben meghatározott új, kötelező ellenőrzés végrehajtására. Az utazóktól azt kérik, hogy aki Magyarországról a schengeni térségen kívülre kíván utazni, vagy onnan akar beutazni, az ne a megszokott időben, hanem korábban induljon el. Az ellenőrzési helyhez közeledve készítse elő a szükséges okmányokat, és időben győződjön meg azok érvényességéről. Megszavazta az Európai Parlament Ukrajna vízummentességét. Ezzel a lehetőséggel azonban csak azok élhetnek, akiknek biometrikus útlevelük van. A jogszabály azután lép majd életbe, ha elfogadja az Európai Unió tanácsa is. Ukrajna nyíregyházi vezető konzulja kérdésünkre elmondta, sok munkájukba került ez az eredmény, aminek köszönhetően közelebb kerülnek majd az ukrán állampolgárok az Európai Unióhoz. Itt az ungvári főkonzulátuson 2015-ben 50 000 vízumot adtak ki, 2016-ban ez a szám már 52 000-re nőtt.
Ezentúl nem lesz mindenkinek szüksége erre az okmányra. Az Európai Parlament ugyanis csütörtökön megszavazta Ukrajna vízummentességét. A jogszabályt 521 igen szavazattal, 75 nem és 36 tartózkodás mellett fogadták el. A jövőben az Egyesült Királyság és Írország kivételével minden uniós tagállamra, Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra is érvényes lesz majd a vízummentesség. Ez nagyon nehéz munka volt a külügyminisztériumunkban, az egész csapat dolgozta ahhoz, hogy ezt megkapjuk, és ez nagy jelentőséggel bír Ukrajnának, és Magyarországnak is ez nagyon fontos, mert Ukrajna állampolgárai közelebb lesznek az Európai Unióhoz, az értékközösséghez. És szerintem ez a családi kapcsolatok bővebben lehet bővíteni, és közelebb lesznek a családok Ukrajnában és Magyarországon. A vízummentességgel az ukrán állampolgárok 90 napot tartózkodhatnak majd a korábban felsorolt országokban. Ez idő alatt üzleti célból, turistaként vagy családi okokból utazhatnak, munkát viszont nem vállalhatnak. A jogszabály akkor lép majd életbe, ha azt az Európai Unió tanácsa is elfogadta, ez júniusban várható. Fontos tudni azonban, hogy nem mindenki számára érvényes a vízummentesség. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, ez a vízummentesség kifejezetten csak azok számára érvényes, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, új útlevéllel, ami ugye megfelel az EU szabványoknak, és ugye az a baj, hogy ezt nagyon sokan összekeverik, tehát a vízummentességet követően, tehát most a dátumot elkerülve, mert nem tudom még a technikai részt bevezetését, én azt gondolom, hogy azok, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, természetesen vízum nélkül léphetnek be a Schengen térségbe. De ugyanakkor ez nem azt jelenti egyébként, hogy a határon azokat a támogató dokumentumokat, legyen az biztosítás, szállásfoglalás, megélhetés, stb. Ezt a beléptető szervek nem fogják kérni, és azt ugye tudomásul kell venni, hogy a Schengen kódexben is úgy van, hogy a vízum egy ígérvény. Ukrajnában az állampolgárok körülbelül 40%-a rendelkezik jelenleg ezzel a fajta útlevéllel. Ilyen okmányt másfél éve adnak ki, és átlagosan egy hét alatt el is készül. Több településen is jellemző a hamis lakcím bejelentés a Csengeri járásban, közölte Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elhangzott, sokan 20 és 45 ezer forint közötti összegekért jelentettek be kárpátaljai lakosokat saját ingatlanukba. Ez a probléma főleg Szamosangyalos településen jelentkezett. A Jobbik szerint az lenne a megoldás, ha egy bizonyos négyzetméterhez kötnék az egy ingatlanba bejelenthető lakók számát. Egyes ingatlanok esetében 300 fölötti a kamu bejelentkezések száma, amely hát vállalkozás, üzemeltetési, adózási szempontból is aggályos lehet, meg egyébként választási szempontból is, hiszen ezek a jellemzően Kárpátaljáról bejelentkezett kettős állampolgárok valójában nem biztos, hogy Magyarország területén tartózkodnak. Ugyanakkor Magyarország állandó lakóhely birtokában már nem csak listára, hanem egyéni jelöltekre is szavazhatnak. Ingyenes közlekedés biztonsági nyílt napot tartottak a nyíregyházi műszaki vizsgálóállomáson. A Lujza utcai központban a járműtulajdonosoknak díjmentes vizsgálatokkal és tanácsokkal segítettek. A közlekedési hatóság célja a biztonságos és balesetmentes tavaszi közlekedés megalapozása. A tél okozta sérülések feltárása, kijavítása és a járművek tavaszi felkészítése a későbbi költségek elkerülése miatt elengedhetetlen március-április tájékán. Hogy a járműtulajdonosoknak kedvezzenek, a megyei kormányhivatal nyíregyházi járási hivatalának műszaki vizsgáló állomásán ilyenkor ingyenes közlekedésbiztonsági nyílt napot tartanak, ahol a szakemberek díjmentesen vizsgálják a járműveket. Fontos jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy látni látszatén, tehát a világító jelzőberendezéseken túl a fényszóró ellenőrzésre hangsúlyosan felhívjuk a jelenlévőknek a figyelmét. A helytelenül beállított, mert elég gyakori a helytelenül fényszóró, ezt közúton ugye éjszaka napjában sokszor tapasztalhatjuk, ezeket is ingyenesen beállítjuk. Ami nagyon fontos dolog még ennél az átállásnál, hogy az ablakmosó folyadék az mindig álljon a rendelkezésre, nem csak a tartályban, hanem még a csomagtartóban is, hogy utántöltésre lehessen gondolni. Jelen pillanatban is ingyenesen pótoljuk. Az ingyenes ellenőrzésre egymás után várakoztak az autók és tulajdonosaik. Ilyen ingyenes átvizsgáláson most vagyok először. Itt voltam már más alkalommal, más cégnél, de itt most vagyok először. Tegnap olvastam az újságból, úgy gondoltam, hogy jövő hónapban lejár a műszakia, és átnézhetem. Egyik romás meg a szeretem, ha rendben van az autó. Mert hogy nem csak én hajtom, vannak gyerekek, unokák, úgyhogy én azt szeretem, ha biztonsággal közlekedünk.
A műszaki vizsgaállomáson motoros vizsgáztatást is tartottak, és kiemelték, idén lesz még ingyenes állapotfelmérés a téli időszak előtt. Magyarországon először Nyíregyházán mutatkozott be a világhírű bécsi szobrászművész Virgilius Moldován. Tárlatairól hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Németországban kezdi a szabadtéri versenyszezont Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró két hetet Tenerifén készült, a jövő héten pedig Tatabányára utazik a szövetség által szervezett edzőtáborba. Nagy lépést tehet a bajnoki cím felé a következő két fordulóban az NB2-es Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az északkeleti csoport listavezetője szombaton a harmadik helyezett Füzesabonyt, egy héttel később pedig a második Hajdúböszörményt fogadja. Vizsgaelnököknek és vizsgabizottsági tagoknak tartottak szakmai továbbképzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A továbbképzés kötelező, hiszen jogszabály írja elő, hogy az elnököknek és vizsgabizottsági tagoknak 3 évente minimum egy felkészítésen részt kell venniük. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 133 vizsgaelnökünk és közel 350 vizsgabizottsági tagunk van nyilvántartásba véve. Ezen a 3 napos rendezvény sorozaton körülbelül ebből a 350-500 főből körülbelül egy olyan 320-an vettek részt ezen a felkészítésen, ami egy nagyon szép szám. Amiért ezt a rendezvényt és eseményt össze kell hívnunk, ez azért fontos, hogy a vizsgabizottság tagjai elnökei a komplex szakmai vizsgákon a lehető legszabályszerűbben járjanak el, és ismeretében legyenek annak, hogy milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelni a szakmai vizsgáztatás során. Magyarországon először Nyíregyházán mutatkozott be a világhírű bécsi szobrászművész Virgilius Moldován. 3 helyszínen nyílt tárlata, a Nyíregyházi Városi Galériában, a Pál Gyula teremben és a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén. A román származású művész ábrázolás módja és monumentális szobrai páratlannak számítanak a világ kortárs művészetében. Monumentális szobrok és provokatív ábrázolás. Főként ezek jellemzik a világhírű szobrászművész Virgilius Moldován munkáit. A román származású művész első magyarországi kiállítását a Nyíregyházi Városi Galériában, a Pály Ura teremben és a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén tekinthetik meg az érdeklődők. A művész saját bevallása szerint a nagy méretek és a nem megszokott ábrázolásmód direkt a feltűnést és a megbotránkozást szolgálják. A kiállított darabokat Németh Erika, a Városi Galéria művészeti vezetője válogatta. Az egyik kolléganőm, aki a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumon velem együtt tanított szakot, ő ismerte Virgilius Moldován művész urat, akivel együtt jártak középiskolába Romániába. És onnan ez az ismeretség, és többször járt a művészeti szakgimnáziumban, és egy nagyon jó munkakapcsolat, baráti kapcsolat alakult ki, és utána jelezte, hogy nagyon szívesen jönne kiállítani Nyíregyházára, mozgalmasnak találta a várost, érdeklődött a helyi fiatal képzőművészek iránt is. A Bécsben élő Virgilius Moldován a kortárs művészet meghatározó alakja. A Városi Galéria termeiben érzelemgazdag, néhol ironikus bronzportréit láthatják az érdeklődők. A művész restaurátorként is dolgozik, Bécsben számos világhírű épületen dolgozott már. Nagyméretű szobrai a posztmodern stílus jegyében a társadalom jelenlegi helyzetére reagálnak. A művész a megnyitón kiemelte, általában ellentétesek a vélemények munkáiról. Hozzátette, legtöbben úgy gondolják, ilyen csúnya szobrokat ki sem kellene állítani. Mindig modell után dolgozom, ezért a műveim eléggé reálisak. Talán ezért is háborodnak fel sokan a látványuktól, hiszen magukra ismerhetnek egy-egy alkotásban. A Págy Ura teremben javarészt műgyantából és szilikonból készült akszobrokat láthatnak az érdeklődők. A művek az emberi testen keresztül próbálják ábrázolni a belső lelki állapotokat. Ezek olyan hatást keltenek, amelyek miatt inkább felnőtt korú látogatóknak ajánlják. Ez a fajta alkotási és megjelenítési mód páratlannak számít a világkortárs művészetében. A tárlat mindhárom helyszínen május 10-ig látogatható.
Németországban kezdi a szabadtéri versenyszezont Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró 2 hetet Tenerifén készült, a jövő héten pedig Tatabányára utazik a szövetség által szervezett edzőtáborba. Május elejétől Németországban tréningezik tovább, és az első szabadtéri versenyen is ott áll majd rajthoz a 226 cm-es egyéni csúccsal rendelkező atléta. Nem csak a nyíregyházi dobóatléták tölthettek 2 hetet a Magyar Szövetség által szervezett tenerifei edzőtáborban, hanem Bakosi Péter, igaz, egy másik csoport tagjaként is élvezhette a meleg égővi edzőtábor előnyeit. Az idehaza fél évtizede egyeduralkodónak számító magasugró az általa sikertelennek ítélt belgrádi fedettpályás Európa-bajnokságot követően már a szabadtéri szezon alapjait rakta le a Kanári-szigeteken. Kőkemény edzőtáboron vagyok túl, ugye napi 2 edzéssel, amellett 1 edzés 3 óra volt. Sajnos annyira fárasztó volt, hogy erőm sem volt lemenni az óceánhoz fürdeni, szóval abból állt az edzés, visszamenni, pihenni, enni, edzés, visszamenni, pihenni, enni. Én úgy érzem most, hogy eddig még nem voltam ilyen erős, nagyon keményen mozogtam kint, egyéniket emeltem kint, úgyhogy azt hiszem, hogy erőlétem szempontjából elég erős vagyok, 2 kiló jött rám, úgyhogy ezt majd el kell kezdem szépen majd fogyasztani. Péter edző édesapja, Bakosi Béla szerint az edzőtáborban elvégzett munkára lehet építeni az előttük álló szezonban, amelyben a londoni világbajnokság kiküldetési szintjének számító 230 cm teljesítését tűzték ki célként. Én nem tudtam kiutazni a tenerifei edzőtáborba, de megkértem kollégámat Szabó Dezsőt, aki elvállalta Péter felügyeletét, úgyhogy minden rendben ment, én megírtam az edzéstervet, ott egy kicsit összefésülték az ő tanítványaival, és itt szerintem minden, ahogy én az információkat kaptam, minden rendben ment. Én úgy látom, hogy Péter elvégezte, sőt többet végzett, mint amit gondoltam. Nagyon jó fizikai állapotban látszik, hogy erős, egy olyan 2 kiló izom rá is jött, amit majd végülis a versenyidőszakra azt valamilyen módon majd vissza kell vinni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy eredményes volt ez az edzőtábor. A jövő héten a Magyar Atlétikai Szövetség edzőtábor tart az ugrószakák válogatott kerettag versenyzői számára. Bakosi Béla, Bakosi Péter és Leveleki Bence meghívottként lesz ott Tatabányán, mellettük Buzga Zoltán, Balogh Csengi és Zajász Petra utazik még Nyíregyházáról az edzőtáborba. Péter május elejétől Németországban csiszolja majd formáját, ott is indul első szabadtéri versenyén, majd idehaza elsőként május végén az egyetemi bajnokságon áll rajthoz a 23 éves magasugró. Nagy lépést tehet a bajnoki cím felé a következő 2 fordulóban az NB2-es Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az északkeleti csoport listavezetője szombaton a 3. helyezett Füzesabonyt, egy héttel később pedig a 2. Hajdúböszörményt fogadja. Az MMTK jelenleg 5 pont előnnyel áll a tabella élén. Jó hangulatban készülnek a Máté Szalkai játékosok a szezon utolsó 2 hazai meccsére, amelyen akár a bajnoki cím sorsát is eldönthetik a maguk javára. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes egyetlen vereségét még a 2. fordulóban az elmúlt év szeptemberében szenvedte el. Azóta 15 meccsen győzött zsinórban az MMTK. A legutóbbi fordulóban a Miskolci VSC otthonában nyert 48-31-re a Szalka, amely így 5 fordulóval a bajnokság vége előtt 5 pont előnnyel áll a csoport tabellájának élén. Az 5 meccsből 2 játszik hazai környezetben a listavezető, az a 2 viszont rangadó lesz, mivel előbb a 3. Füzesabony, majd a 2. Hajdúböszörmény látogat a városi sportcsarnokba. Az eddigi sikertitka, én azt gondolom, a sok munka, amit belefektettünk, a heti 3 edzés. Nagyon akarnak a lányok, és a 17 mérkőzésből 16 győzelem, ez arra utal, hogy nagyon sok munkát fektettünk bele. 2 fontos mérkőzés fogunk hazai pályán játszani, az első április 8-án szombaton hazai pályán a Füzesabonnyal szemben, aki a tabella 3. helyezettje. Hát azt gondolom erről a mérkőzés, hogy nagyon nehéz lesz, hisz egy nagyon gyors, agresszívan védekező csapat ellen fogunk játszani. Megpróbáljuk megakadályozni a gyors közepet és a gyors játékot. A 2 csapat őszi mérkőzését a Máté Szalka nyerte 24-23-ra. Abból a meccsből kiindulva minden bizonnyal nagyon meg kell küzdenie a győzelemért a szombati házigazdának. Nagyon agresszív védekezésük van, nagyon gyorsak le rohanásba, felállt fal ellen is nagyon jól játszanak, van lövőjük, tehát mindenre készülni kell, mert mindenben jók. Védekezésben nagyon agresszívnak kell lennünk, mint az őszi szezonban, és akkor szerintem nem lesz probléma, a támadó játékunk meg rendben van.
A Máté Szalka füzesabony mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A megyei érdekeltségű csapatok közül a Vitka Ese szombaton a Hevest, a Kölcsey Dése pedig vasárnap az Ózdot fogadja a 18. fordulóban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Hosszabb lehet a várakozási idő a schengeni külső határokon, mert egy mától hatályos Európai Uniós rendelet nyomán átlépéskor minden utazó okmányait kötelezően ellenőrzik. A magyar határokon az első órákban csak néhol okozott hosszabb várakozást az új szabályozás. Megszavazta az Európai Parlament Ukrajna vízummentességét, ezzel a lehetőséggel azonban csak azok élhetnek, akiknek biometrikus útlevelük van. A jogszabály azután lép majd életbe, ha elfogadja az Európai Unió tanácsa is. Ingyenes közlekedés biztonsági nyílt napot tartottak a nyíregyházi műszaki vizsgálóállomáson. A Lujza utcai központban a járműtulajdonosoknak díjmentes vizsgálatokkal és tanácsokkal segítettek. A közlekedési hatóság célja a biztonságos és balesetmentes tavaszi közlekedés megalapozása. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 7-én pénteken. Friss hírekkel hétfő este jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. A hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Hétvégén már melegszik az idő, egy anticiklon peremén eleinte még nagyobb, majd alacsonyabb nedvességtartalmú néhány fokkal enyhébb levegő áramlik térségünk fölé, kissé erősödik a nappali felmelegedés. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor is várható, átmenetileg mindenütt mérséklődik az északnyugatias szél, reggel általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte sok lesz a felhő, főként szűrt napsütése lehet számítani, majd késő délutántól kiderül az ég, a nap első felében lehet még kisebb eső zápor, az északi szél megélénkül, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap, illetve a jövő hét első napján sok napsütése van kilátás, csapadék nélkül melegszik a levegő, majd kedden már egy hideg front éri el a Kárpát-medencét, ezért ismét visszaesik a hőmérséklet, több helyütt elered az eső és újból megerősödik az északnyugatira forduló szél. A következő napokban is változékony tavaszi időben lesz részünk az ilyenkor szokásosnál kissé alacsonyabb hőmérsékletekkel.